Immár hosszú évek óta hagyomány, hogy január közepén a Rotary Club Szekszárd jótékonysági estet rendez. Ez egyik legfontosabb, hogy így mondjam, rendezvényünk, ahol a tagok adományain túlmenően itt van lehetőség arra, hogy olyanok is segítsenek, akik a Rotaryval nincsenek közvetlen kapcsolatban. Így aztán talán a legjelentősebb jótékonysági rendezvényünknek nevezhetném, és reméljük, hogy eljut mindenkihez, aki rászoruló, és sikerül vele kapcsolatba kerülnünk. A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. A Rotary általános céljai az a segítés, a tehetségek segítése, azoknak a gyermekeknek, felnőtteknek, időseknek a segítsége, akik rászorulnak, de egy picit talán inkább nem a jótékonyság, hanem a pozitív irányú segítség a fő csapás irány a Rotaryban, és ennek értelmében természetesen támogatunk tehetséges gimnazistákat, hogy eljussanak az egyetemre, hasonló tehetséges sportolókat, akik még magasabb szintre, de természetesen azért a gyermekotthonban is ott vagyunk, és ahol lehet, ott támogatjuk őket. A szervezet tagjai szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere hozzátette, a város életében is kiemelt szerepet játszanak. Több beruházás fejlesztés készült a Rotaryval együttműködésben és külön-külön is, amik nagy vonalakban szeretnék megemlíteni, hogy a kórházi ágyak nagyon sokat sikerült beszerezni, főleg Belgiumból, és ezzel is jobbá tudják tenni a kórházi ellátást, és el ne felejtse senki a postánál a bejáratnak a kialakítása, a mozgáskorlátozott bejáratnak a kialakítása, a stációknak a felújítása, a kereszteknek az elhelyezése a Kálvárián és a rengeteg faültetés. Az egyesület tagjai arra törekednek, hogy vármegyeszerte terjedjen a megértés és a jó szándék. Az egyes rotarisok ezeket az ideálokat képviselik, és ezek szerint az ideálok szerint élnek, ezért a taggá válást is szigorú feltételek előzik meg. Valóban nagyon magasak a igények és azok a feltételek, amelyek a Rotary tagsághoz szükségesek. Legelőször is a jelentkező tagokat megismerjük. Ez nem csak egy egyszeri találkozás, hanem több hónapig kell a rendezvényeinket látogatni. Kölcsönösen részt kell venni a klub különféle programjaiba, adományaiba, és többször is ki kell azt a szándékot fejezni, hogy itt nem csak egy úgymond protokolltagságról van szó, hanem valóban aktívan és a segítségekbe aktívan részt véve tudunk így tagjelölté válni. A tagjelöltséget követően, ahogy jeleztem, ez több hónapos időt jelent, a teljes Rotary klubnak egy öntetű szavazása szükséges a tagfelvételhez, tehát ha bárki, hogy így mondjam, valami olyan természetesen megfelelően indokolt kifogást tud, akkor ott azt a tagot még nem vesszük fel, de amennyiben teljesen egységes a tagság és a jelenlévő tagságnak a véleménye, akkor taggá válhat. Nem csak egyszer, hanem ez több alkalommal is megtörténik, tehát hogy így mondjam, jó végig kell gondolni annak, aki Rotary taggá válhat, és természetesen örömmel és nyitottak vagyunk mindenkire, fiatalokra, idősebbekre, nincs semmiféle foglalkozásbeli vagy bármilyen olyan korlát, ami ne lehetne Rotary klubbá válni, de alaposan végig kell gondolni, és teljes lelkesedéssel alkalmazkodni kell a Rotary klub elveihez. Módos Ernő, az egyesület elnöke megjegyezte, hogy fontos számukra, hogy a barátság ápolásán keresztül alkalmat találjanak hasznosnak lenni mások számára. A Rotary célja az önzetlen segítőkészség, a cselekvő humanizmus a mindennapi életben. Jelenleg a tagjaink száma 23 fő, gyakorlatilag sajnos hát nemrégiben távozott is tőlünk, itt talán érdemes Gesztesi Tamást, mint alapító elnököt megemlítenünk, aki sajnos már nem tagja a klubunknak.
de nincs túl nagy mozgás, megmondom őszintén. Éppen az előbb említett indokok alapján az, aki Rotary tagnak jelentkezik, az általában meg is marad hosszú ideig. Az S színvonalát emelte a Tücsök zenész színpad és a Bartina Néptánc Egyesület tagjai.